Pakisztán elég problémás ország. Tálibok, perpatvarok, etnikai ellentétek osztják meg. Ebben az országban egy apa és a lánya azért került börtönbe, mert állítólag megszentségtelenítették a Koránt. Ők azt mondják, hogy ártatlanok, és csak a muzulmán szomszédok szeretnék büntetni őket azért, mert keresztényekké váltak. Gary lénytudósítása következik Pakisztán Lahore nevű városából. Szúria Bibi bebörtönzött lánya a 20 éves Sándál miatt sír. Soha nem ment sehová. El sem hagyta a házat. Mindig velünk volt, és most nincs itt. Sándált és apját, Gul sírt istenkáromlás vágyával börtönözték be. Ők azonban azt állítják, hogy a vádak hamisak. 2008. október 9-én tartóztatták le őket, miután az ehhez hasonló több mint 100 fős dühött muzulmán tömeg vette körül a házukat, majd azt és a közelben álló gyülekezeti ház kapuját kövekkel dobálták meg. Gyülekezetük és házuk egy elsősorban muzulmánok lakta faluban található Fejszábát közelében. A muzulmánok akkor háborodtak fel, amikor több mecset hangos bemondóján keresztül is azt hallották, hogy ez a két keresztény megszentségtelenítette a Koránt. Sándál és 8 éves öccse a Korán néhány lapját megtalálta házuk előtt az út szélén. A családtagok bevallása alapján ezt Sándálnak adta, aki azonnal átadta egyik muzulmán szomszédjuknak. Szúria szerint a szomszédok kiborultak, úgy véli, hogy a Korán lapjait szánt szándékkal helyezték el a házuk előtt, mert Sándál és édesapja sok falubelit nyert meg a Krisztusnak. Sándál dicséretvezető volt a gyülekezetben. 15 éves húga, Szábá most Sándál kedvenc dicséretét énekli. A dal arról szól, hogy vannak, akik a menny után vágynak, én azonban Jézus után vágyom. Mindig azt mondta az embereknek, hogy Isten az út, Jézus az üdvösség útja. Mindig ezt mondta mindenkinek, aki eljött. A gyülekezet hangos bemondóiból is ezt az üzenetet sugározták, ezt azonban néhány muzulmán hallani sem akarta. Szúria elmondta, mi történt, amikor a felbőszült tömeg támadásba lendült. Azt üvöltözték, öljétek meg a keresztényeket, és köveket dobáltak. Féltünk, ezért bezárkoztunk a hálószobába, és Sándál a Bibliából olvasott fel. Sírtunk és imádkoztunk. Istenünk, te vagy az egyetlen, aki meg tudsz minket menteni. Hajnali 2-kor megérkezett a rendőrség, majd Sándált és Gul sírt elvitték. Amikor elvitték a rendőrségre, rettegtem és féltem. De a lányom azt mondta, anya, ne aggódj, Isten velünk van, ő megvéd minket, ne aggódj. Sándál és édesapja esete nem egyedi. Az elmúlt 2 évtized során sok keresztényt vádoltak meg hamisan istenkáromlással, és börtönözték be őket. A pakisztáni istenkáromlásra vonatkozó törvény 3 fő elemből áll. Az iszlám káromlása, a muzulmánok szent könyvének, a Koránnak a káromlása, és Mohamed próféta káromlása. Akiket a Korán káromlásának bűnében bűnösnek találnak, azok akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphatnak. Ha elítélik őket, akkor Sándál és édesapja ezzel a büntetéssel nézhet szembe. Azokat, akiket Mohamed próféta káromlásának bűnével ítélnek el, halálra ítélik. Eddig még egy keresztényt sem végeztek ki Mohamed káromlása miatt, de sokan töltöttek el éveket a börtönben, azt várva, hogy ügyük a felleviteli bírósághoz kerüljön. Általában csak ott sikerül elérni a vágyaik elejtését bizonyíték hiányában. Pervez Maszi iskolai tanító a halálbüntetés lehetőségével nézett szembe. 5 évet töltött börtönben, amíg az ellene felhozott hamis vádakat 2006 áprilisában ejtették. Többek között Amjad és Asif Maszi utcaseprőket is azzal vádolták, hogy elégették a Koránt. Azután nyilvánították őket ártatlannak, hogy 7 évet töltöttek el a börtönben. A pakisztáni keresztények abban reménykednek, hogy az új elnök Asif Ali Zardari keményen fel fog lépni a pakisztáni istenkáromlási törvény érvénytelenítéséért. Mindeközben Szúria és gyermekei arra kérik világszerte a keresztényeket, hogy imádkozzanak a családjukért. Imádkozzanak más keresztényekért is, akik hozzánk hasonló bajban vannak. Azért is imádkozzanak, hogy Isten segítsen nekünk erősnek maradni a hitben. Gary Lane, CBN News, Lahore, Pakistan. Írhatnak levelet is, amelyben támogatásukról biztosítják Sándált. Látogassák meg weboldalunkat, a cbn.com-ot, és kattintsanak a megfelelő linkre.